Sziasztok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk a Minecraft túlélő sorozat harmadik részéhez, amiben szerintem egy sivatagot fogok felfedezni, ugyanis körbenéztem arrafelé is, meg így igazából mindenfelé, és arrafelé találtam egy sivatagot. Szóval azt fogjuk valószínűleg most megnézni, de előtte azt szeretném megkérdezni, hogy ezekkel a zöld falusiakkal, ezekkel a zöld kabátos falusiakkal lehet valamit kezdeni? Mert azt tudom, hogy a többivel lehet kereskedni, de ezzel nem. Egyébként a többi falus itt nagy részt hát, elástam. Ne kövezzetek meg, léci. Ezek szerintem még később jól fognak jönni, viszont ezekkel nem tudom, hogy mit kéne csinálnom, mert nem tudom, hogy mire jó. Lehet, hogy majd, hogyha szaporítom őket, akkor ahhoz tudom őket használni, de egyelőre nem tudom, mire használni őket. Videón kívül learadtam a terméseket, illetve öltem a pár állatot, amit ígértem is a második rész végén. Szóval, hát most már egy kicsikét jobban megvan telve a láda, illetve lecseréltem a kőásómat, illetve a kőbaltámat vasra. És hát egy kis kraftoló helyet, meg itt kisütöttem a húsokat is. Szóval ezeket itt hagyom, és akkor megindulok a sivatag felé. Arra kell menni, igen. Hát, ha találunk valami sivatagi templomot, vagy még egy falut esetleg, egy ilyen sivatagi falut. Ugyanis ebből a faluban nekem nagyon-nagyon hiányzott a műhely, a kovács műhely, amit szerintem nagyon nem így hívnak, de mindegy, én így hívom. És hát valószínűleg a következő részekben vagy megépítjük a házat, és valahol letelepedünk, mondjuk ez a mező szerintem egész jól néz ki. Igen, ott a sivatag. Vagy lemegyünk a bányába, vagy lehet, hogy megint valami extrém kalandot fogunk kitalálni, mint például a sivatagos kaland. Ja. Húsból van elég, fákját közben craftoltam, szóval hát remélem találunk valamit, és nem ennyi lesz ez az egész kis sivatag. Csirkék minden itt, nagyon sok csirke van itt. Jó, van, legalább kajából nem lesz hiány. Oké. Na, és akkor innentől kezdve lesz érdekes, mert örülnék, ha találnánk valamit. Jó, viszont kicsit megnyugodtam, mert azt már most látom, hogy ez egy nagyobb sivatag, szóval ez azért pozitív. Remélem nem fogok eltévedni, már az előző részekben csináltam screenshotot a koordinátárral, szóval elvileg nem tudok eltévedni. Vagyis eltévedni el tudok, csak utána vissza kell találnom. Szóval most nyugodtan barangolhatok itt a sivatagban. Remélem azért találok valami falut vagy templomat, hogy ne legyen azért teljesen sikertelen ez a rész. Jó jönne, mert értékes cuccok biztos, hogy vannak. És nagyon-nagyon szeretném őket megkaparintani. Na, köszönöm. Na, talán... Nem bírok felmászni. Közben az az érdekes, hogy nyuszik ugrálnak a sivatagban. Na, ilyet is itt kell át az ember. És megkaptuk a jó kis Minecraft zenét. Megnyugtatóan a nyom. Hú, mindenfelé sivatag, amerre csak a szemmel lát. Nem, ott van egy kis fenyőerdő is. Olyan, mint egy ilyen oázis folyó. Olyan nincs is. Tudom, nem baj. Hát itt van egy kis szén, de az az érdekes, hogy itt a sivatag közepén húzódik egy folyó, és mellette pedig ilyen füves területek vannak. Lávató. Juhú. Az ott a messze, ha jól látom, az ott már az óceán lesz. Itt is van egy lávató. Veszélyes környék ez a rész. Na, valamivel ajándékoz meg játék. Léci. Ezt egy bánya? Hát... az igen. Jó, néz ki. Na, de nekem templomot kérek. Hát igen, ez itt már az óceán. Cukornádat nem tudom. Lehet, hogy megérnézhetnem, de nem. Most nem azért jöttem. Mondjuk ezért jó a kalandozás, hogy
amit meg látsz úgy, közben gyorsan le tudod szedni, szóval lehet, hogy fel kéne szednem. És nyúlak? Nyúlak a sivatag közepén. Kicsit érdekes. Jó, mert legalább cukornád most lesz ilyen. Ha visszatérek a... Ho-ho! Hát nem templomot találtunk, de az ott egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog. Nézzétek csak oda? Ez ilyen víz alatti templom. Nem tudom, hogy ennek mi a pontos neve. De ez azt hiszem eléggé ritka, szóval ezt meg kéne jelölnöm. Jó, akkor az lesz, hogy... hogy csinálok ide egy screenshotot. Oké. Okay. És akkor majd ide vissza fogok találni. Ha minden jól megy. És hát most még biztos, hogy nincsen ez a varszat, és szerintem nagyon kevés ahhoz a helyhez. De majd, hogyha jól föl leszünk szerelkezve, akkor megnézhetnénk, hogy mi van ott, mert ott azt hiszem, jó kis kincsek vannak. Na, akkor ez már most szerencsésnek mondható. Annak ellenére, hogy nem azt találtam, amit egyelőre szerettem volna. Ott egy kút, ami azt jelenti, hogy a közelében van falu, vagy van templom. Nem tudom, azt hiszem valami ilyesmit jelent, hogy a közelben akkor lesz valami. Igen, ez határozottan egy kútnak tűnik. Szóval, kérem szépen ide. De ez jó jel egyébként, az biztos. Hát nem igazán látok, de nem adtam fel még a reményt, nagyon nagy az esélyflatok, szóval simán van rá esély. De hát ott a kút azért ennyire távol lenne tőle. Há, megvan! Igen, mégsem annyira távol, de hát azért nem is mellette. Viszont ott volt egy templom, azt láttam. Nagyon jó, a sorozat első temploma? Azt hiszem ez templom. És mellette, ha jól látom, egy lávató, mellette meg egy keeper. Tényleg egyébként aludnom kellene. Hol az ágy, hol az ágy? Boszorkány meg ilyenek, jó így, de nem jó. Léci, hagyjatok aludni. Léci, hagyjatok aludni. Nem akartam semmi rosszat. Oké. Meg vagy, ez az. Megvan, megvan, megvan. Aha, na ott nem megyek. Ellenben ide jövök. Jó, megvan. Majd kiszedem, hogy... Jösszusom! Creeper! Ne robbanj fel, léci! Lécike! Legyél jó Creeper! Léci! Jó. Remélem több szörny már nincsen itt. Mondjuk erre nem mernék mérget venni. Na jó, egyelőre ezt is elzárom, majd kiszedem, hogy a szépséget ne nagyon rondítsam el. Nem mintha bármikor visszajönnék ide, de azért na. Na igen, itt nem lenne jó leesni, és arra pedig nem lenne jó rálépni, mert... Hát valószínűleg halál lenne a vége. Jó! Na ezt gyorsan kiszedem. Sharpness. Ez az! Nyereg! Nyereg az nagyon-nagyon jó. A csónnak is alapesetben eléggé örülnék, de találtunk két dungeont is az előző részben, és még két nyerek. Szóval arra annyira nincs szükség, de Emerald! Ez nagyon-nagyon jó útok vannak itt. Mindjárt kiszedek minden, csak először a fontosabb dolgokat. Punch, hát ezt annyira nem fogjuk tudni használni. Na jó, először tényleg a fontosabbakat kéne kiszednem, mondjuk ez nem kell. Mert hát már most kezd megtelni az inventory. Mitől azt nem tudom, de... Semmi probléma. Sandstone, jó kezek. Szép volt. Úgy, bele. Oké. Okay. Homok nem kell. Spider eye, hát... Annyira nem, de most elviszem, egyelőre még van hely. Jó. És egy horse... mi ez? Páncél. Oké, a többire nem lesz szükségünk. Ugye meg a TNT, azt tényleg ezt el kéne vinni. Ó, ez az van TNT-nk. Nem tudom, mire fogom használni, majd felrobbantom a házamat. Mondjuk háza még nincs, de majd felrobbantom, ha lesz.
Szóval, gyerünk fel. Ennyi, ugye? Igen. Na, nem fájtját rabja, léci. Ehe. Arról beszéltem, hogy nem akarom elrontani a szépségét. Nem. Jó. Jaj, itt kukucskál, itt vár rám. Gyere csak. Creeper, nem. 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 Jó. Még ott van a távolban egy creeper. Jó, ez megvan. Szerintem megjelölöm, hogyha esetleg látnék, vagy látnák még egyet. De mondjuk ezt látnám meg, akkor... akkor ne jöjjek ide feleslegesen. Szóval megjelenem. Jó. Nagyon-nagyon gyönyörű megjelenési mód. Tetejére még rakok két fákját. Sőt, legyen négy. Szimmetrikus. Ögy! Jó. Ez milyen jól néz ki. Na. Úgy érzem, még lesz valami ebben a sivatagban. Ha már megtaláltunk egy templomat, már elégedett vagyok, de még valami lesz, én érzem. Vajon ezt jelezte volna az a kút? Hát, lehet egyébként. Jó, a kút az jó jel volt, azt tudtam, hogy az jót jelent, hogyha egy olyan kutat találunk. Na, még valamit. Itt még mindig nagy a sivatag. Itt még mindig találhatok valamit. Valami. Semmi. Ott mi? Ez mi volt? Ott volt valami? Vagy most csak... Itt, hogyha arra láttam valami. Jó, azt mindjárt megnézem, de onnan jöttem, szóval... Ez egyáltalán nem biztos. Nos. Valami esetleg? Nem az ott már szerintem a mező? Akkor összekedik van. Ja, és ez étel? Erre hajlamos vagyok nagyon elfeledkezni róla, hogy... Hát enni is kéne, mert... Az az életben maradás az nem árt. És már megint sikerül leugranom. Gyönyörű. Viszont ilyet még viszek, mert úgyse foglalja már az eljött az inventoringba, szóval miért ne vigyek, ha már itt van, úgymond. Ez nagyon jól néz ki egyébként, ez a bányás cucc. Jéj! Jó, és meg már megint az óceán, szóval... Nem! Megérte ide eljönni! De el volt dugva! Ez az! Megvagy! Ez nagyon el volt dugva. Innen alig vettem volna észre. Ez ilyen földbe van vájva, vagy nem tudom. De jó. Találtunk még egyet. Kettő? Na, akkor ezt már most sikeresnek mondom, mert találtunk egy víz alatti templomat, meg két sivatagi templomat, szóval. Ez nagyon király. Nagyon király volt ez az út. Van smaragdunk, amivel egyébként a falusiakkal tudok majd kereskedni. A nyerget maximum most azért viszem el, nem azért, mert szerintem annyira szükség lesz rá, hanem mert mégse craftolható, és minden más sokkal könnyebben be tudok szerezni. Jó, ezek meg nem foglalják most helyet. Még egy nyereg. Már van 5 nyergünk, annyi lovam úgyse lesz. De nem baj, azért elviszik. Na? Ez mi? Oké, elviszem. Lehet, hogy ér valamit. Két aranyalma. Már 3 aranyalmát is szereztünk ezen az úton. Szök jó. Minden szépen kiveszünk. Jó, viszont kicsit le kéne pakolnom. Mire nem lesz szükséged? Gunpowderre. Jó, akkor ezt most elteszem. Csont. String esetleg. Rotten flashből tudok vinni, mert van hely. Jó, és ennyi. Na várjál, viszek egy kis építőblokkot. Ja, meg a TNT-ket megint elviszem szerintem. Belássam vasba. Jó, hát akkor ezt is elviszem most, hogyha már itt van. Vasból még azért úgyse vagyunk teljesen tömve. Szóval nem árt. Mit dobjak el? Mi? 3, 2, 1. Talán a spider-eye. Na jó, ez most nem kell.
De ne eszmett föl! Úgy. Na jó, ezután szerintem, hát a sivatagnak a végéhez értünk, szóval... Ezután megyek, aztán lepakolok. Hát eddig tartott, akkor nagyon-nagyon szépen, igényesen földdel fogok felépítkezni. Ennyien már. Mindig a fát jártok ide. Ja igen, itt csinálni kell egy ilyen. Csodálatos. Ez csodálatos. Jó. És akkor itt van vége most a sivatagnak. Egyébként jó, mert hogyha esetleg... sima szenzorra lenne szükségünk, vagy nem tudom, hogy ezeknek mi a pontos neve, akkor azokat is itt megtalálhatjuk, szóval ez nagyon szerencsés volt. Ez nagyon-nagyon el volt bújva. Nem baj, megvan. És akkor lehet, hogy most hazafelé veszem az irányt, mert nagyjából szerintem ezt a sivatagot kivégeztük. Aztán lehet, hogy még egy kicsit barangolok. Igen, ott már voltunk. Egymástól egész közel volt egyébként ez a két templom. Esetleg arra még elnézek. Nem tudom, már hogyha nem találok semmit, már akkor is elégedett leszek, mert szerintem ez egy jó kis loot volt. Igen, arra is már vége a sivatagnak. Arról pedig ugye az óceán, szóval... Hát még esetleg... Nagyon arra el tudnék menni, de nem tudom, hogy ott lenne bármi. Esetleg azt még megnézem, és akkor ez a rész teljesen sivatagos lenne. Na, eljöttem a sivatag végére, legalábbis ezen végére. És nem templomot, de egy falut találtam. És ez egy új falu, szóval... Ennek azért örülök, mert itt már azért remélem lesz kovács is. Illetve ott egy mocsarat. Most egyébként ezt a tököket megcéloztam. Hogy legalább azokat is majd tudjuk ültetni. Jó, ennyi elég. És itt vannak telnek is. Ez nagyon jó ez a falu. Na, csak találjunk benne valami értékeset. Már a falusiak is nagyon jó. De még valami értékes vágyom. Na van kovács. Milyen nincs? Még lehet, hogy lesz. Nem szabad feladni a reményt. Most már van ilyen kevés... kovács spawnol. Itt már voltam, mi? Hát ott legalább vannak könyv. Espolcok. Jó, ezek a falusiak egyébként nagyon jók, mert itt nagyon-nagyon sok az ilyen sima, rendes falusi. A könyveket azért elviszem, hogyha később enchantolni fogunk, akkor azért fogom tudni őket használni. Csak nincs egy az inventory-ban. Na jó, kiraktam oda a földet, és akkor felveszem a könyveket. Viszont ezeket a falusiakat szerintem elzárom, mert ezek azért jók lesznek. Mondjuk ott. Elmondjuk a mini zombi oda betörre. Szóval teljesen elzárjuk. Hát itt az lenne az előnyös, hogyha tudnék csinálni így egy. Te bemész. Mondom bemész. Te is bemész. Jó, mondjuk akkor nekik adok egy ilyen két lokosat, mert ha egymásba olvadnak, az nagyon zavaró tud lenni. Oké. Akkor őket is itt elzárom. Oké. Hát, majd később tudom őket hasznosítani, azért valószínűleg fogunk velük foglalkozni. Hogy? Hát, most dobtam el a földet. Nem baj, akkor nagyon-nagyon stílusos leszek. Stílusos leszek már megint. Nehéz szó. Oké. Itt még egy zöldet se találtam. Lehet, hogy ez csak ott spawnol. Nem tudom ezekről, tényleg nem tudok sokat. Úgy. Még valaki valahol? Ó, te itt ültetgeted újra a cuccokat. Krumpli! Krumplik már van. Ebben most nem vagyok biztos, répát az biztos, hogy találtam. Gondolom én akkor krumplit is, de azért nem baj. Ugye megint találunk. Na, oda bemész. Úgy. Megint jön a Minecraft zene. Na, nagyjával kilútaltam a falut, a falusiakat elrejtettem. Bezártam őket, szóval ha bármikor kell lennének, akkor ide vissza tudunk jönni.
Viszont ez a rész már szerintem így is eléggé hosszúra sikeredett. Találtunk két templomot is, találtunk ugye egy falut, illetve egy víz alatti templomot is, szóval viszonylag sikeresnek nevezném. Én viszont köszönöm szépen erre a részre a figyelmet. Ha tetszett, akkor iratkozz fel és dobj egy lájkot. Ádám voltam. Sziasztok!